Na, köszöntök mindenkit a mai videóba. Meg fogom tanítani nektek az előre szaltót pár lépésből. Hát nagyon fontos, hogy melegítsetek be, illetve nyújtsatok le előtte. Ezt én most nem fogom megtenni, már megtettem. Hát akkor vágjunk bele lépésről lépésre, hogy hogyan is kell ezt megcsinálni, aki esetleg még nem tudja. Ugye nyilvánvalóan első lépés, fuss neki, mert helyből nem fog menni először. Mert én most egy szivacsra fogom megmutatni, utána meg szivacs nélkül. Ne így fuss neki, mint egy gyökér, mert akkor nem tudod kiforogni majd. Fuss neki normálisan, mondjuk így. Nem tudom, kicsi a hely amúgy. Ez volt az első lépés, jöhet a második. Neki futsz, dobbantasz. Páros lábba. Még egyszer. Harmadik lépés, ugorj fel. Tehát megvolt a nekifutás, dobbantás, és most már a felugrás is. Úgyhogy haladunk. Még egyszer. Ha ez megvan, jöhet a bukfence, mert sokan azt sem tudnak. Csináljátok állásból, vagy ahogy nektek kényelmes. Nem tudom, hogy érzitek. Most csinálok egyet állásból, utána meg guggolásból. Egyet guggolásból. Ezt még lehet gyakorolgatni, én már nem fogom. Ha megérezted, hogy kell átfordulni, akkor jöhet az ennek összerakása. Nagyon fontos, hogy amikor nekifutsz, ugorj fel. Ne állj meg, és hajolj le, hogy így akarjál szaltózni, mert így nem lesz semmi. Így csak szétmegy a hátad. Fuss neki, dobd. És onnan! Időnként megállítom a képeket, nem a videó fagyott le, hanem én állítom meg, hogy lássátok. Mert felugrat, és megfogod a térded, és előre hajolsz. Odafutsz. Azt is csináltad, hogy ide állsz, és így a hátadra esel rá, de szivacson először csak is, vagy homokba. Így nem lesz bajod. És akkor most összefűzzük. Nekifutás, dobbantás, felugrás. Elkapod, előre hajolsz. És végül kiforgod. Dobban. Megfogod a lábad, amikor felugrottál, és előre fordulsz izomba. Minél gyorsabb a forgás, annál előbb átfordulsz, és lábra fogsz érkezni. Ja, és fontos, hogy a lábadat ne baszd ki, vagy ne hagyd kint, hanem húzd be magad alá. Mert akkor nem az lesz, hogy kinyújtottál és így érkezel, hanem belefordulsz, és már majdnem lábra érkezel, még segged is benne van, de már majdnem. És most szivacs nélkül. Inkább azt ajánlom, hogy ne ilyen sárba, hanem ilyen füves részen csináljátok, ha már rendes talajra húzzátok el. Ennyi is lenne igazából az előreszaltó. Remélem tudtam segíteni, ha tetszett, dobj egy lájkot, és akkor jelezd, ha szeretné még ilyen videót, mert lesz következő rész szerintem, amiben vagy az oldalt, vagy a hátraszaltót fogom bemutatni. Ha akarjátok, szavazzátok meg, hogy melyik legyen, és megköszönöm a figyelmet. Sziasztok!